mit csináljunk? Utazzunk Semmeringre. Nem Semmering, Semmering. Ausztriában, az Alpokban mindenféle dolgot kínálnak, amit gyerekekkel vagy gyerekek nélkül lehet csinálni. És azért a félpanzió az egy jó dolog, de nem kell nagyon gondolkozol azon, hogy hol és mit fogsz enni. Ne felejtsük el, hogy a Magyarországon a Kékes a legmagasabb hegycsúcs 1000 méteren, tehát itt pedig oda tettek egy szállodát, és kinézze az ablakon, és olyat látsz, hogy könnybe lábad a szemed. Imádom a távol-keleti konyhát, főleg a sushit és a pad thait, viszont a közel-keleti konyhával hadilábon állok. Tudásom kerül annyiban, hogy egy áldozott szombat este után hajnalékkal bedobok egy gyroszt a körúton. Amatőr gurmé révén szívesen kipróbálnám az orientális konyhát, és erre egy nagyon jó opció a Habibi Bar étterem, ahol egy kétszemélyes húsos tálat kínálnak. Ha ez beválik, akkor lőttek a hajnal 4-es gyroszolásoknak a körúton. Irány Habibi, gyertek ti is! Én világéletemben nagyon fázós voltam, imádom a nyarat, imádom a meleget. Ugye nem mindig tehetem meg, hogy nagyon meleg helyre utazok, ezért kitaláltam, hogy eljárok szaunázni. Az infraszaunázást én még nem próbáltam, viszont a szaunázásnak ugye rengeteg jótékony hatása van. A méregtelenítésre is nagyon jó, illetve magának az embernek a közérzete is sokkal jobb lesz. Aki velem ellentétben nem meleg imádó, annak is szuper lehet az infraszauna, hiszen nem 80-90 fok van, hanem ilyen 45-50 fok.